egyelőre. A jobb passzok a vendégektől jönnek. Most is egy remek akció és egy remek szóló, a korong pedig elmegy a kapu előtt. Még nem csak az előretett korong volt veszélyes Császár Hunor részéről, aki remekül fedezte a korongot, miközben itt a gólunk! Beszélek arról, hogy mi van a másik oldalon, amikor a DAB megszerzi a vezetést. Lőci Árpád, a dunaújvárosi csapat gólszerzője. Nem tudom, hogy ebben mennyire volt benne Rinne, de az biztos, hogy Lőci nagyon-nagyon-nagyon boldog a gólját követően. Akkor ugye ott Zoltánékkal beszélgettünk, ez csak egy mellékvágány, hiszen mindenkinek kívánom, hogy látogasson el az egyes köz, és menjen el a Nagy Hagymás hegységbe, menjen el az Öcsém tetőre, járja be ezt a környéket. És én most direkt nem, Brenz Orbán lő közben, és csak bemegy! Sárpád ki volt az első lövő, és közben itt van a vendégeknek az egyenlítő találata. Vince Péter az, aki betalál, és így egyenlít egyet, tehát a mérkőzés állása. Na, Németh Péter. Egy kicsit megy keresztbe, kasba. Németh Péter, Németh Péter! Jajajajajaj, nem jó. Hát, lehet, hogy túl gondolta egy picit. Jó nagy íveket írt le. Ez most így kimaradt. Haranen. Haranen nézte meg magának Krajcsovicsot. Nézzük akkor a DHK rávezetését. Haranen vezeti ki a bal keze irányába, a tenyeres irányába. Még mindig tenyeresen, aztán Fonákkal fölemeli. És szépen húzza oda be a léc alá. Előnyben a DHK, Haranen a gólszerző. Nagyon szépen, magabiztosan vitte végig Haranen. Lesz-e rá válasz? Lőci. Lőci. Ő is tenyeressel viszi. Lőci. Hopp, és elüt a korong fölött. Hát eddig mind a két büntető sajnos így elszállt hazai részről. Szilvesztr. Sebastian Szilvesztr a vendégeknél. Szilveszt, elég nagy lendülettel jön. Egyssel, még egyssel, és ez most Krajcsovicsé. Az, ami Zsolt akarja a fejét a kispadon, hogy hát jó, kell a gól. Kell a gól, hogyha a pontokat meg szeretnénk szerezni. Mármint a kettőt. Ripcsik jön. Na, őt még nem láttuk. Büntetőt lőni. Ripcsik. Ripcsik. Ripcsik, Ripcsik, és nem tudja elmozdítani a kapust. Három kör után sincs hazai gól, de itt legalább volt lövés. Brenz Orbán, GAK részről. Hú, milyen messziről jön. Majdnem csak Baracsról indul el. Brenz Orbán nagy lendülettel, aztán fékez egyet. Orbán és Véd Krajcsovics. Továbbra is egy gól a különbség. Na, lesz-e még itt valami változás. Szűcs megy a következő rávezetéssel. Szűcs indul el, Szűcs, és ez sem megy be. Nagyszerűen véd a GAK kapusa. Ez a második lövés, amit védenie kellett ugye a négyből. Christopher Bodó. Végig ott voltak a lehetőségei a mérkőzés alatt. Christopher Bodó. Ő vezeti rá. Christopher Bodó egyet fékez, és Krajcsovics véd. Nem nyílott szét Krajcsovics lába. Még mindig lehet. Még mindig lehet bízni abban, hogyha egy bünting bemegy, akkor lesz folytatás. Török. Török, nagy lendület, Török, kimarad! És mivel kimaradt, ez is ez volt az ötödik kör, így végül is a GHK szétlövéssel 2-1-re nyeri a mérkőzést, ezáltal lövék a kettő pont, az egy a dunaújvárosiaké,